A helyszínen a terapeuták alternatív gyógyászati módszerrel segítettek a betegeknek. Nagyon sok gyermeket kezelek Székelyföldön, és nekem ott fogalmazódott meg bennem az, hogy én miért is szeretnék egy ilyen tábort létrehozni, amit főleg hátrányos helyzetű családoknak, a beteg gyerekeiknek találtam ki, azért, mert hogy jártam egy székely faluba, egy gyermeket kezeltem, aki elég súlyos sérült volt, és kérte az anyuka, hogy menjek már a szomszédba, hogy nézzek meg egy kislányt, mert elég furcsán viselkedik. Átmentem, és hát egy ilyen, azt hiszem, hogy 10-11 éves kislány volt, borzasztó, koszos, mocskos, büdös ruhába, nem fogadott el érintést senkitől. Hát egyből leszűrtem, hogy ez autista kislány volt, és annak a egyik legrosszabb spektrumában, vagy a legnehezebb, súlyosabb spektrumában, és hát én azon voltam, persze úgy kezeltem, hogy megfogtam a kicsi mellkasát, ő legugolt a földre, én is legugoltam a földre mellé, és akkor ott, amit ott csináltunk, és onnantól kezdve elfogadja a szülőktől is az érintést. De én azon akadtam ki nagyon, hogy erről a kislányról szinte senki nem tud, és nem volt még a kapujukon kívül. Mondom, 10-11 éves gyerek. És mondom, ezekről a gyerekekről ki gondoskodik, meg kérdeztem a szülőket, hogy hát orvosok, gyerekorvos, hát őt senki nem látta. Szégyelik. És akkor jött bennem ez a, hogy hát mondom, most rajtuk senki nem segít, és akkor így jött az első, hogy akkor Székelyvalságon szerveztem az első gyerektábort. Ott 2 évet csináltam, aztán 6 évet csináltam Székelyudvarhelyen. Most már elhoztam Gyulára, Magyarországra, tehát Gyulán tartom, egy gyulai származású vagyok, és most már itt aztán 3 éve csinálom. De Székelyföldön is csinálok évente 3, most idén 3 tábort csináltam, meg most ezt. És próbálok minél többet, mert sajnos van rá igény. Én a Hajós István barátom, aki az Egy lépéssel több alapítvány, az ő alapítványa, és nekem egyik legfontosabb támogatóm, ugye, mert, és az alapítványunknak a támogatója, mert ha ő nincs, akkor nem nagyon tudok tábort szervezni. Szerintem aztán most már 6 éve vagy 7 éve támogatja a táborainkat. Most már az alapítványával, eddig a cégeivel. Hát egyszer kihívtam az egyik táborba önkéntesnek, kijött segíteni, és igazából azt, amit ott megtapasztalt, elköteleződtünk, jó barátok lettünk, és most már a két alapítvány összedolgozik, az ő alapítványa, meg az én alapítványom. Úgyhogy most már ez a 16. gyerektábor, amit szervezek, legfőbbképpen központi idegrendszer sérülő gyerekek jönnek, azért, mert én a szakembergárdát is úgy válogatom össze, hogy akik ezeket a problémákat tudják kezelni, bár most van egy autista kislány is, és hát nagyon-nagyon jó, azt kell mondjam, hogy minden évben fejlődünk, és minden évben egyre jobb és jobb, de mindig probléma nekünk az, hogy hol tartjuk, milyen helyen, természet közelbe, de legyen meg a kényelem a szülőknek, a családoknak. Nem az összkomfort, hanem a kényelem és a főzési lehetőség, mert sok gyerek speciális étrenden van, és rátaláltunk erre a Vésztő és Szeghalom között erre a Vidratanyára, hát azt kell mondjam, hogy teljesen nekem ez lenyűgözött a hely, és én már most leszeretnék velük szerződni, következő évre 2 tábort fogok itt csinálni, vagy szeretnék csinálni, de meg is fogom, létre biztos, hogy megcsináljuk. És a gyerekek nagyon jól érezték magukat, a szülők nagyon jól érezték magukat, a kezelő terapeuta barátaim, bár nem beszélgettünk még, mert mindenki reggelt estig kezel, tehát 2 szót váltunk itt a napközben. Remélem, ők is meg voltak elégedve. Vannak nagyon régi motorosok, aki a Vali, akik gyerekeknek ő mindenkinek a nagymamája, hát ő is most már 8 éve dolgozunk együtt. Valaki először jött ebbe az évbe, de valaki először jött, de már ismerem nagyon régóta, úgyhogy, és a szakembergárdát is mindig próbálom úgy csinálni, hogy próbálgatni. Az, hogy egy gyereknek hány kezelés legyen egy nap, azt is mindig variálom, mert volt, hogy egy nap 4 kezelés volt a gyereknek, de az nagyon sok volt, borzasztóan elfáradnak az egy hét alatt. Hát azért, ugye ahány terapeuta, annyiféle energia,
ahány terapeuta, annyiféle manuális módszer, hát azért ehhez tehát fárasztó. A táborban a szülők is kikapcsolódhattak, és persze megoszthatták egymással a tapasztalataikat. Az Egy lépéssel több alapítvány minden évben támogatja a táborokat. Az Egy lépéssel több alapítvány és a Gyógyító Energia Alapítvány egy együttműködést folytat egymással. Mindig egymás rendezvényeit támogatjuk. Nekem ez a rendezvény azért nagyon kedves, ezek a gyógyító táborok, hiszen 2016-ban itt voltam én is először egy olyan helyen, ahol megérintett engem ezeknek a családoknak a sorsa, és maga talán az alapítványom is innen nőtte ki magát, amikor eljutott odáig, hogy megalapítottam. Úgyhogy minden évben kiemelten támogatjuk ezt a rendezvényt, ezért vagyunk most is itt. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeknek a betegségekkel küzdő gyerekeknek, akikről egy picit az orvostudomány már lemondott, vagy stagnál az állapotuk, próbáljanak valamilyen olyan alternatív gyógymódokat megmutatni, amelyek egy picit javítani tudhatnak az ő állapotukon. A családok ajándékokat, így például háztartási eszközöket és plüssjátékokat is kaptak.